Jó estét kívánok, kedves nézők, ez már itt a háttér. Lezajlott a város egyik, hanem a legnagyobb ünnepe, a Városnapok rendezvénysorozatról fogunk beszélgetni, mielőtt természetesen összefoglalót is megtekinthetnének. Détári Lukács Ágnessel, a Művelődési Központ vezetőjével. Jó estét kívánok, szervusz! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Most már azért néhány nappal túl vagyunk a rendezvény zárásán. Talán most már kezdenek leülepedni az élmények is. Összességében hogyan értékeltétek, bizonyára értékeltétek már valamilyen szinten a rendezvényt? Még csak egy nagy vonalakban értékeltünk, mert ilyenkor azért még vannak az elpakolásnak és az értékelés előtt még fázisok, illetve hát a dolgozók azok ilyenkor pihennek, mert itt azért megfeszített 3 napról van szó, ilyen szinte 0-24-ről. De összességében értékeltük a napokat, levontuk a konklúziókat, illetve a hibákat is, amire a jövőben oda kell figyelni. Azt gondolom, hogy 3 különböző nap volt, tehát aki itt keresett különböző stílusokat, pont megtalálta. A kis családos, vagy a gyerekes családok is ugyanúgy, a rockzenét szerető, bakancsos fiatalok, illetve aztán pedig a sörgőt és a wurzlit keresők is megtalálták, illetve a néptáncot szeretők is a maguk programját. Ugyanígy a zenei kínálatban is vegyesen igyekeztünk összeállítani itt a programot. Nevet váltott a rendezvény. A Városalapítók napja és ma jár is után gyakorlatilag kapott egy komplex nevet, Városnapok rendezvény sorozat. Ennek van bármifajta oka? Egyszerűsítettünk, tehát ez a Városalapítók napi forgatagból Városnapokká változtattuk, ez csak egy technikai egyszerűsítés volt, és ezt a forgatagot gyakorlatilag ugyanúgy benne hagytuk, de szimplán csak egyszerűsítettünk. Mennyire kezd kialakulni, helyesebben már kialakult, de mennyire kristályosodik ki most már teljesen az, ami annak idején terv is volt, és megfogalmaztátok, hogy minden 3 nagy rendezvénynek, ami van a városban, legyen egyfajta tematikája, vagy legyen egyfajta vonulata, egy kifejezett célja, akár zenei kínálatban, akár bármiben. Szerintem már élesen elválik, bár így a saját dolgodról nehéz belülről beszélni, mint egy kívülállónak, de én azt gondolom, hogy most élesen elválik a 3 rendezvény. Ugye a Városnapok az igyekszik mindig a helyi zenéket, zenészeket, helyi művészeket előtérbe helyezni, és a város szülötteire építeni, visszahívni elszármazottakat, művészeket, és erre koncentrálni, és meghagyni ezt a kicsi programját, a kicsi fesztivál jellegét, és ezáltal szerethetővé válni, és nem vágyik országos hírnévre, ez elég itt a városlakóknak és a térségnek. Ugye a gasztrofesztivál és a lovas rendezvény az már egy teljesen más vonulat, más arculat, más lépték, más helyszín. Ez az, ami országos szintre kíván törni, és aztán ugye a gyökereinkhez és a történelmi múltunkhoz igazodóan a Toborzó, ami egy hagyományőrző fesztivál, ami idén már azért egy új lépcsőt fog lépni reményeink szerint. Magyar Fesztivál Szövetség tagjaival váltunk a Kossuth Toborzó ünnepéllyel, és ezt minősítetni szeretnénk, ha van rá lehetőség már idén, ha valami oknál fogva nem tudjuk, akkor jövőre. De ez egy minősített fesztivál szeretne lenni, itt az országos palettán kívánunk megjelenni. Ez egy garancia az ide látogatóknak, hogy mind programban, mind kiszolgálásban egy minőséget fog kapni. Ezt bármilyen programra kivetítve, tehát a gyerekprogramtól az ismeretterjesztő programig a koncertekig, és van mögötte egy Magyar Fesztivál Szövetség, aki a szakmai munkát ellenőrzi, segíti, és a minősítés alapján pedig ugye bekategorizálja, hogy milyen minősítésű rendezvény lesz. Addig azonban még a közönség minősít, és most visszatérve a Városnapokra, ahogy én böngésztem az internetet, alapvetően jó visszajelzések érkeztek a rendezvényről. Mondjuk megpróbálok felidézni egy-két olyat is, amit esetleg most tisztában is tehetünk. Fényfestés, nem azért lettek kivágva a Fák a Kossuth téren, mert a bíróságot szeretétek volna megfesteni. Igen, semmi közünk, tehát ez egy 2 külön dolog, én is olvastam, és a Baksa Dani kicsit a lelkére is vette, hogy az Utcazene Fesztiválhoz kötik ezt, semmi köze a kettőnek egymáshoz. Nem vagyunk ilyen szinten bevonva, tehát a kulturális programokkal, a város rendezésbe, városi tér kialakításba. Azt kérjük mindig, hogy a rendezvénynyitásáig azért ezek a munkálatok fejeződjenek be, vagy legalábbis felfüggesztésre kerüljenek. Nem volt semmi köze a kettőnek ehhez. Ugyanúgy megfestettük tavaly is a bíróság épületét és a katolikus templomot, ahogy idén is. Idén ez a tér most így jobban most kinyílt, és igen, és hogy a Szent Háromság szobrot is megfestette, de semmi köze a kettőnek egymáshoz. Apropó
a zenefesztivál? Hogyan sikerült szervezői szemszögből? Én azt gondolom, hogy tehát az idei volt a leghangosabb és legkoncentráltabb. Ezt több helyről hallottam vissza, hogy jó volt a helyszínválasztás. Ugye ez a Nagy Kriszt és Baksa Dani rendezvénye teljesen, amit mi a Városnapokba beépítettük, és tisztelettel vesszük, hogy itt van közöttünk ez a rendezvény, amin túllép a Városnapokon, és ez egy nagyon nagy dolog, hogy nem gazdasági alapokon nyugszik a történet, és ebből valaki haszonszerzést remél, hanem a mindenkori diák önkormányzat a szervezője és a segítője, a lebonyolítója ennek az egésznek. És jó visszhangja lett annak, hogy csak a Rákóczi úton volt a rendezvény, tehát egy utcára kellett koncentrálni, az már szerencsétlenebb, hogy voltak zenekarok, akik elnyomták a környezetükben lévő zenekarokat, úgyhogy ebben a jövőben oda kell figyelni, illetve arra, hogy voltak olyan helyszínek, ahol a fogyasztásra lehetett szavazó cetliket szerezni, ezt pedig jobban kell kommunikálni a jövőben. Nagyon jót tett a vasútállomási jazznek az, hogy ezen a Rákóczi úton végig voltak a koncertek, mert egyenesen felvezette a közönséget oda a vasútállomáshoz, ami idén is nagyszerű volt. És viszont is, hiszen aki ott pedig ott kezdett, egyenes úton tudott jönni be a nagy rendezvényre. Így van. Az nagyon tetszett például a közönség reflektálásaiból, hogy már megfogalmaztak egy tovább lépési ötletet is, még például a Rákóczi út lezárása. Igen. A kedves nézők kedvéért mondom, hogy esetleg jövőre le lesz zárva a Rákóczi út is, az valamelyik fesztivál látogatónak az ötlete volt elsőként, bár nyilván ti is gondoltatok rá. Ekkora volt a tömeg az utcazenén? Igen, erre nem gondoltak a szervezők, hogy ezt le kellene zárni, mert hogy eddig azért elfértünk az utcasarkokon, de volt egy-kettő olyan tömegvonzó, például a Kelet-Bresz Band, aki ugye megnyerte a közönségszavazást, illetve a zsűri egyértelmű igényét is, aki ott tömeget képzett ott a zöldházak előtt, úgyhogy igen, ez szükségessé válik, úgy néz ki a Rákóczi út lezárás, és nem mi fogjuk lezárni, hanem ugye a közönség várja ezt, vagy szeretné. Arra pár órára, arra szerintem azért kibírható lesz. Ugyanez volt a Hernádi Petiéknél, ugye itt a pizzéria sarkán, hogy ott is megállt egy kicsit az élet, és elég életveszélyes volt az autóknál, és persze ugye vannak a kényelmes szeglidek, akik autókból szeretik ezt megnézni, ezeket a helyszíneket, ugye más meg ugye legyalogolt, tehát ott volt ez a probléma, meg hát a rock zenekaroknál, ugye a sportcsarnoknál ott volt még egy ilyen nagy tömeg összeverődés, meg a grillnél. Ennél nagyobb baj sose legyen, hogy azt kell megoldani, hogy lehet a tömeget valahova rendesen elhelyezni. Tudom, hogy általában a szervezők szíve csücske az egész rendezvény úgy, ahogy van kompletten, de azért valljuk be, hiszen ezt te már kommunikáltad is, hogy azért van egy része, ami még egy picit nagyobb helyet foglal a szívedben, a Régi Idők piactere, ami ismét nagy siker volt. Ott mennyire sikerült azt továbbvinni, amit az elmúlt években, most már bátran mondhatom, hogy megszokott a közönség. Mindig újat igyekszünk hozzátenni, és az a jó, hogy a nagyon újat is úgy veszik természetesen. Ilyen volt például szerintem az idei év legnagyobb sikere lesz a Láda Vasút, ahol én láttam, hogy fél napokat ott rakadtak szülők, teljesen egyszerű, a játék egyszerűségénél fogva, hogy mit egy görgősor és egy faláda mit okozhat a gyereknek, meg a gravitáció. És ugyanez a Moly Olda, ami egy gyűjtemény, ami egy polgári játék, egy század elejé játék gyűjtemény, ami semmi nagyot nem akar, csak meg lehetett nézni, le lehetett ülni nagymamával, malmozni, vagy kirakózni. Tehát, hogy az a legjobb ebbe a rendezvény részbe, hogy ez nem akar nagyot szólni, nem akar ordítani, nem akar színes lenni, és extrákat, ez teljesen lecsendesít, és az együttlétre, meg az érték közvetítésre figyel. És ez a nagyszerűsége az egésznek, hogy ez hangosítás és erősítés nélkül működik, mert hogy működtetik a kilátogatók, és nagyon örülök, hogy szinte elsőre jól vették a ceglédiek ezt a rendezvényt, olyannyira, hogy ennek a szülőhazája Szolnok, és Szolnokon azóta nincs ez a rendezvény, hanem átjárnak a szolnokiak, és lett egy ilyen jó kis kulturális híd a két város között ebből a rendezvényből kifolyólag, illetve az utcazene fesztivált is nagyon szeretik a szolnokiak itt Cegléden, úgyhogy erre is átjárnak, olyannyira, hogy sajtófotós jött most már hozzánk második éve csak az utcazenére, illetve az azt követő koncertekre. Nem lehetne hagytam a beszélgetés végére ezt a témát, hiszen a kedves nézők erről láthatnak most elsőként majd összefoglalót, a többi eseményről pedig holnap után. Én köszönöm a beszélgetést, jó munkát most már a Laska Fesztivál szervezéséhez, hiszen a következő nagy kihívás. Köszönöm. Köszönjük. Nézőknek köszönöm, tehát a figyelmet kérem, tekintsenek meg egy összefoglalót a Régi Idők piacteréről. Viszontlátásra.